Az idősek világnapja alkalmából ünnepi műsorral kedveskedtek a szépkorúaknak a Varró úti idősek otthonában, az önkormányzat ajándékaként Karcagi Nagy Zoltán nótaénekes adott műsort. Az ünnepségen részt vett Hubay Imre, a megyei közgyűlés elnöke is. Hodos Bálinné igazgató megköszönte az önkormányzat támogatását, segítségét, mellyel biztosította az elmúlt hónapokban járványügyi helyzetben is a folyamatos ellátást. A biztonságot a szépkorúaknak, amely révén családjukkal is tudták tartani a kapcsolatot. Nagyon sok segítséget kaptunk, hiszen 9 hónapig nem lehetett ugye látogatni is a hozzátartozókat. Megvoltak mindig a szigorú szabályok, hogy mikor, milyen módon jöhetnek be a hozzátartozók. Nyilván nagyon sok volt a telefonos kapcsolat, és utána, amikor már lehetett látogatószobát nyitni, akkor látogatószobát nyitottunk a Zöldfán. Akkor rengeteg adományt kaptunk, nyilván a Karcagváros önkormányzattól, a Magyarország kormányától, fertőtlenítőszereket, maszkokat, és ez nagyon-nagyon segítette az intézmény munkáját. Nagyon boldogok vagyunk, hogy most az idősek napját megünnepelhetjük, hiszen tavaly zárt kapukkal ünnepelhettük az idősek otthonát a járvány miatt, és most ez a lakóknak is, és a hozzátartozóknak is nagyon nagy dolog, hogy külső vendégeket meghívhatunk, és eljöhetnek hozzánk a vendégek. Szepesi Tibor polgármester az önkormányzat nevében köszöntötte az időseket, akikre nem csak ezen az egy napon, hanem az év többi napján is odafigyelnek az otthonban. A szépkorúaknak megköszönte mindazt, amit nekünk átadtak, hiszen ezt a mai fiatalok viszik tovább, és majd átadják ők is az utódaiknak. Karcagi Nagy Zoltán nótaénekessel beszélgettünk itt, hiszen délelőtt már láttuk, hogy fergeteges hangulatot varázsolt az időseknek, most pedig itt vagyunk a másik idősek otthonában. Nagy öröm ez, gondolom, önnek is. Igen, én is szeretettel köszöntöm a kedves idős lakókat. Idősek világnapját ünnepeljük mostanában, most ez a módi, egyébként vidékre is több helyre ezzel kapcsolatosan van meghívásunk, viszont nagyon szívesen teszek eleget annak, amikor ide Karcagra az idősek szociális otthonába kapok meghívást. Most polgármester úr ötlete volt, hogy a köszöntőt, az ő köszöntőjét, a lakók műsorát egészítsük ki egy nóta, magyar nóta műsorral, zenés műsorral, és hát úgy, ahogy említette Erzsike, odakint a Zöldfa úti otthonban már megtörtént délelőtt, hát igen, nagyon jó hangulat kerekedett. De azt hiszem, hogy ez önnek is egy kis feltöltődés jelent ilyenkor, amikor ilyen visszajelzést kap olyanoktól, akiknek ön jelenti most tulajdonképpen a kapcsolatot a külvilággal. Természetesen nekem is feltöltődés, de milyen feltöltődés nekik, hogy hetekig, hónapokig emlegetik utána azt, hogy de jó volt, de jól éreztük magunkat azon a klub délutánon, vagy az a idősnapi rendezvényen, úgyhogy ott kint is, meg itt is egy-egy CD-t hagyok itt ajándékba, hogy még emlékezetesebb legyen, és igen, igen, én is, hát mivel szeretem is csinálni, amit csinálok, szeretem az éneklést és a műsor adását, ezért nekem is egy nagyon kellemes érzés, és én is itt jól érzem magam.